Szeretettel köszöntöm a résztvevőket a digitális témáit webinárium sorozat következő állomásán. Bognár Amália vagyok, magyar történelem szakos tanár. Amikor a digitális témáit szervezőjével, főző Attilával arról beszélgettünk, hogy mi legyen a webinárium témája, azt javasolta, hogy ne csak digitális eszközöket és programokat mutassunk be a hallgatók számára, hanem mutassuk meg, hogy mit adhat a digitális témahét a pedagógus számára, milyen nehézségekkel és milyen örömökkel találhatja szembe magát. Ezt szeretném én megmutatni ezen a webináriumon. Egy kicsit a dolgok mögé nézünk, és megmutatom, hogy én hogyan éltem meg az első digitális témahetet. Az első digitális témahet 2016-ban volt, és szeretnék egy kicsit korábbra visszatekinteni. 2014-ben éreztem úgy, hogy szeretném színesebbé tenni a tanóráimat, és akkor akadtam rá a digitális pedagógiára. Megnéztem, hogy Magyarországon, illetve külföldön milyen tanári blogok találhatóak, amelyek ezt a témát boncolgatják, és nagyon sok eszközt, nagyon sok programot találtam ezeken, de nem voltam bátor, ezért egy nagyon egyszerű feladatot vittem be először a gyerekek elé. Ez pedig egy jelszókereséses feladat volt, aminek az volt a lényege, hogy különböző weboldalakra navigáltam el őket, ott az oldal menüpontjai alapján kellett megtalálni betűket, számokat, ezáltal állt össze az ő jelszavuk. Olyan oldalakat próbáltam megmutatni nekik, amelyek magyar órához kapcsolhatóak és hasznosak lehetnek a tanulás-tanítási folyamat során, tehát nekik a tanulásuk során, nekem a tanításom során, illetve hozzákapcsoltam még a számomra másik nagyon fontos témát, a természetjárást, a kirándulást, így megmutattam nekik, milyen a geocaching oldal, hogyan lehet az egyes kiránduló helyeken, vagy túrázás közben kincses ládákat keresni, és megmutattam egy roma népmeséket tartalmazó oldalt is, hiszen egy integráló iskoláról volt szó, ahol voltak roma tanulók. Nagyon meglepődtem azon, hogy milyen nehezen találják meg a gyerekek a menüpontokat. Tehát azt gondoltam, hogy nagyon könnyedén használják már ők az internetet, és könnyen keresnek információkat, eligazodnak a weboldalakon. Azonban akkor bebizonyosodott számomra, hogy ez nem így van. És úgy döntöttem, hogy ezt is meg kell tanítanom a magyar és a történelem tantárgyak mellett, hogy hogyan használják ezeket az eszközöket, hogyan legyenek tudatos felhasználók. 2015-ben már sokkal bátrabb voltam, és már nem csak egy-egy feladatot oldottunk meg digitálisan, hanem nagyobb lélegzetvédelő feladatsorokat is. Így például 5. osztályban a kötelező olvasmányt, a Pál utcai fiúk címűt is digitálisan dolgoztuk föl. Ennek az volt a lényege, hogy a diákok párban dolgoztak, kaptak szempontsort a társértékeléshez, az együttműködéshez, illetve magához a digitális eszközökhöz is, és a hagyományos regényfeldolgozás menetét követtük, megnéztük a szereplőket, a kedvenc szereplő nevét például grafitiben meg is alkották, tulajdonságait szófelhőben mutatták be, igaz hamis állításokat rejtettek el a regényel kapcsolatban, QR kódban, ötleteltek digitális faliúságon, vagy éppen a regény kedvenc jelenetét képregényben ábrázolták. Már ez megmutatta, hogy lehet projektszerűen és projektben gondolkodni a digitális eszközök segítségével is. A regény feldolgozásának végén a diákok bemutatták digitális valóságukat, hiszen ez volt az a hely, ahova elmentették saját digitális alkotásaikat, hiszen ez volt a lényeg, hogy nem én készítek nekik feladatokat, hanem megadom a kereteket, megadom a szempontokat, és ennek alapján ők digitálisan alkotnak így mozgósítottam kreativitásukat, és természetesen gondolkodtak, ismerték a regényt, tehát ezt ismerő kellett ahhoz, hogy fel tudják dolgozni, és ki kellett állniuk a végén, bemutatni munkájukat a többiek számára. Ez azért volt nagy szó, mert ugye nem minden gyerek szeret szerepelni, nagyon nehezen fogalmazzák meg gondolataikat, és digitális valóság segítségével, és annak köszönhető, -e, hogy Ketten álltak kint, nagyon ügyes és látványos bemutatókat tartottak. 2016-ban hirdették meg az első digitális témahetet, amit én nagyon nagy örömmel fogadtam, nagyon lelkes voltam, és regisztráltam is a digitális témahit honlapján az iskolát, illetve a projektet. Ezután jöttek a nagy feladatok, hiszen át kellett gondolnom, nagyon sok mindent ahhoz, hogy az az adott projekt létrejöjjön. Egyrészt, hogy melyik osztályjal fogok dolgozni, milyen témát fogok feldolgozni, melyik kollégámat tudom bevonni ezekbe a feladatokba, ebbe a projektbe, hiszen a tantárgyakat, több tantárgyat kell ugye, egy projekthez összekapcsolni, hogyan fogom megosztani a napi eseményeket, vagy éppen hogyan mutatom be azokat a digitális termékeket, amelyeket a gyerekek létrehoznak. Az előkészületek során a kollégák digitális pedagógiával, eszközökkel, programokkal kapcsolatos félelme engem is elbizonytalanított, de aztán döntésre jutottam, és olyan projektet építettem fel, amelyet nyolcadik osztályosokkal hajtottam végre. Ez azért volt érdekes, mert azon az évfolyamon három nyolcadikas osztályt tanítottam, és mindegyikükkel végrehajtottam ezt a projektet. A téma hidegháború volt, az akkori nagy szerint ezt második félében kellett megismernie a nyolcadik osztályos diákoknak. Történelem, irodalom, nyelvtan is az osztályfőnöki órát kapcsoltam össze. 2016-ban indult a Kukucska nevű blogom, így úgy döntöttem, hogy minden nap meg fogom osztani az érdeklődő pedagógusokkal azt, hogy mi történt velünk a digitális témahét első-második és többi napján. Az a döntés is megszületett, hogy a projekttermékeket a felső tagozatos diákoknak fogjuk bemutatni, így jöhettek a következő feladatok és azok megoldásai. Egyre több lett a kérdés. Jó, megvannak a keretek, de ezeket még apróbb feladatokra, célokra kell felosztani. Mi legyen a történet? Hogyan fogom értékelni a diákok munkáját? Milyen szempontsorokat, ellenőrző listákat adok majd nekik? Egyáltalán milyen digitális eszközöket fogunk használni, és milyen online oldalakkal fogunk dolgozni? Ugye ővelük már többször dolgoztunk digitális eszközökkel a történelem órákon és a magyar órákon is, tehát nagyon sok programot ismertek már. Törekedtem arra, hogy újat is megmutassak nekik, így fenntartva érdeklődésüket. Egy projekt során a pedagógusnak fontos az, hogy meg tudja fogalmazni, milyen célokat szeretne elérni, illetve milyen területeken szeretné fejleszteni a diákokat. Nálam előtérbe került az angol nyelv ismerete, hiszen olyan weboldalakat használtak, amelyek angol nyelvűek voltak, így biztos, hogy új szavakat is tanultak, másik nagyon fontos terület az együttműködés volt, hiszen csapatban dolgoztak a diákok, és fő cél volt, hogy ez zökenőmentes legyen. A, ugye említettem, fontos célkitűzésem volt az is, hogy új weboldalakat mutassak meg a számukra, ezáltal bővüljön digitális toltartójuk. Magyar nyelvhez kapcsolódik a szövegalkotás szövegértés, ez mindenképpen megjelent, hiszen digitálisan alkottak szöveget, és digitálisan értettek szöveget, és fontos volt az a nyelvhasználat is, amelyet akkor már az akkori nyolcadikasoktól is elvárt az ember. Kreativitásukra is szükség volt, hiszen mindenképpen alkottak, és a matematikai kompetencia is megjelent olyan formában, hogy minimális kódolási tevékenységet is végezniük kellett. A diákok nagyon szeretik, hogyha egy történet részesei lehetnek, ezért ehhez a projekthez is kapcsoltam egy kerettörténetet, aminek az volt a lényege, hogy az egyes csoportok egy hidegháborús kém bőrébe bújtak, tehát az ő küldetései élete alapján ismerték meg a hidegháború egy-egy eseményeit. Ehhez kapcsoltam hozzá a feladatokat is. A tanítási folyamat sarkalatos pontja az értékelés. Szeretek folyamatosan visszérezni a tanítványaim számára arról, hogy hol tartanak a feladat megoldásában, hol pontosítsanak esetlegesen egy-egy megoldásnál. Itt ennél a projektnél egy egyszerű diagramot választottam, ahova folyamatosan felvezett, az elért pontszámokat, különböző szinteket lehetett elérni, látható, hogy melyik csoport melyik szintre ért el. Kém kém és mesterkém szintekről volt szó. Mindenhez, így az értékeléshez is ellenőrző listát kaptak, tehát tudták, hogy hogyan és milyen formában kell önmagukat értékelni, vagy hogyan lehet, persze. Hogyan tudják a csoportmunkát értékelni, hogyan tudják a feladatokat értékelni, vagy éppen az én munkámat. Mutatok is majd egy-egy szöveges visszajelzést arról, hogy ezt ők hogyan tették meg. Ezt már ötödik osztály óta gyakoroltuk, így mérhető volt a különbség ahhoz képest. Én úgy gondolom, hogy ebben is nagyon sokat fejlődtek. Megtanulták azt, hogy lehet értékelni önmagunkat, a másikat, de megfelelő csomagolásban kell ezt megtenni, és mindenképpen fontos, hogy ez fejlesztő értékelés legyen, fejlesztő hatása legyen a másikra nézve. Ahogy említettem, a diákok az asznapi munkájukról is visszacsatolást adtak. Azaz szövegesen megfogalmazták, hogy milyennek találták a csoportmunkát, illetve hogyan tudtak együttműködni? Azért volt érdekes ez a számomra, mert nem heterogén, hanem homogén csoportokat hoztunk létre, képességek szerint alakítottunk csoportot, és ez azért volt érdekes a számomra, mert a tehetséges tanulók egy csoportba kerültek, és megszokták, hogy eddigi diák éveik alatt, hogy Általában egy ö, csoport munka során ők azok, akik ö, vezetik a csoport munkáját, akik ötletelnek, akik kezébe veszik a, a, azt, hogy ö, eldöntsék, kinek mi a feladata, mi hogyan fog történni. Ebben az esetben azonban meg kellett mérkőzniük egymással, és ez abban is látható volt, hogy ők voltak azok, akik az első feladatot a legnehezebben és a legtöbb idő alatt oldották meg. Ez azért volt érdekes a számomra, mert volt egy olyan csoport is, ahol a fontolva haladók kerültek egybe, ők pedig nagyon gyorsan végeztek. Ez annak is volt köszönhető, hogy a fontolva haladó hamarabb ráébredtek arra, hogy itt most nem az lesz a feladatuk, hogy elbújjanak a csoport hangadói mögött, és így üljék végig az órát, hanem meg kell oldani a feladatsort, hiszen akkor lesz sikeres az, az ő csapatuk, és akkor kapnak megfelelő pontszámot ahhoz, hogy szintet tudjanak lépni. Motiválta őket az is, hogy érdekesnek találták a feladatokat, illetve a kerettörténetet. Itt ezen a dián látható, hogy a tehetségesek hogyan látták az napi munkájukat. A harmadik véleményt ajánlom a figyelmetekbe. Például azt írták, hogy a mai órák munkája rendkívül érdekes volt, ember elég sok időbe telt megfejteni a jelszót. De kifejezetten tetszett a fogalmazás megírása, viszont a csapatmunka alsó hangon sem volt tökéletes, Tereménykedem, hogy holnapra ez is változik. Aztán a második nap már érezhető a javulás, tehát rájöttek arra, hogy itt együtt kell működni, kompromisszumokat kell kötni, és nyitottnak kell lenni a másik ötletei felé. Mai órák kifejezetten jól teltek, és a csapatmunka is látványosan volt. A feladatok is rendkívül érdekesek voltak, sőt a megoldások is jó élménynek hatott, hatottak digitális termékeket, alkotásokat, legyen az szöveges megoldás, kép, képernyőkép, szvély felületén gyűjtötték össze a diákok, és linoid felületen ötleteltek. Az értékelés, tehát a szöveges értékelést is felvitték szfére, ezért tudom én ezeket most itt megmutatni. Az előkészületek során azt is el kellett döntenem, hogy milyen eszközöket használunk föl, illetve mely oldalakra fogom el navigálni a diákokat. Az iskolának akkor volt már 12 darab táblagépe, ezeket használtuk föl, illetve a gyerekek magukkal hozták saját eszközeiket is, így például okostelefonjaikat, vagy éppen a táblagépeiket. Online oldalakat használtunk, ugyanis sokszor belefutottam abba a problémába, a helyzetbe, hogy a diákok vagy azzal jöttek, hogy elfelejtették letölteni előzetesen az applikációt, amit kértem, vagy azt mondták, hogy nincs elegendő hely a telefonjaikon. Így arra az a döntés született meg, hogy online oldalakat használunk, ehhez csak internetelérés kell. Persze volt olyan óra is, amikor negyed óra azzal ment el, hogy próbáltunk ö, wifi csiholni az eszközökre, de ezt is egy ö, ö, saját routerrel meg lehetett oldani. Milyen ö, weboldalakat használtunk föl? Hagyományosakat. Tehát volt szófelhőkészítés, QR kód generálás, képregényt is készítettünk, ö, fel, ö, Kerestünk olyan oldalt, ami a történelem kapcsolódik, itt találtunk történelmi forrásokat, történelmi leírásokat, ugye a Svét használtuk a digitális termékek összegyűjtésére. Nagy kedvencem volt a Mahistro, ahol térképen lehetett közlekedni, tehát meg tudtuk adni azokat a nagyvárosokat, amelyeket érintettek a hidegháborús kémek a küldetéseik során, és így egy térképen tudtunk utazni. De mivel az egyes állomásokhoz szöveges leírást is adhattunk, illetve időrendbe tudtuk őket állítani, így nem csak térképet használtunk, hanem egy idővonal is elkészült így. Tehát nagyon-nagyon ajánlom történelem órára, hiszen nem csak a térképhasználat, hanem az időrend az sorrendiség is megvalósítható vele. Szerintem a pedagógus számára az egyik legnehezebb rész a projekt előkészítésében a feladatok részletes kidolgozása. Tehát amikor elő kell készíteni a feladatot, részletesen meghatározni, hogy ott mi történik, elkészíteni hozzá az ellenőrző listát, előkészíteni hozzá a felületeket, és így adni a diákok elé. Egy-egy feladatot szeretnék a 2016-os projektből megmutatni, ami tehát a hidegháborús kémekhez kapcsolódott. Első nap első feladata az volt, hogy kaptak egy szófelhőt, ebben rejtvényeket helyeztem el, és előzetes történelmi ismereteik alapján kellett megfejteni. A megfejtés egy kódlaphoz juttatta el őket, ez egy eszki táblázat volt, ennek segítségével a tőlem kapott QR-kódban elhelyezett bináris ö, kódokat kellett megfejteniük, ö, dekódolniuk, és így jutottak el egy jelszóhoz. A jelszót... Ö, a tanári honlapon tudták felhasználni, hiszen így tudták megnyitni a csoport felületét, ahol a feladatokat, a további feladatokat megtalálták. Az első lépés az volt, hogy adatokat kaptak a hírszerzőről, de nem kapták meg a nevét, tehát nem tudták, kik ők. Nem szerettem volna, hogyha interneten rákeresnek, és az információk, illetve a fantáziájuk alapján egy szöveget kellett írni, egy rövid fogalmazást kellett írni arról, hogy kik is lehetnek ők. Mit képzelnek az információk mögé a diákok? Érdekes történetek születtek így. Az egyik legnagyobb hiba, amit egy pedagógus elkövethet a projekttervezésekor, hogy kevés feladatot tervez. Én a 2016-os projektemnél ezt megtettem, és hétközepén döbbentem rá arra, hogy kevés lesz a feladat, amit terveztem így keresnem kellett egy olyat, ami elég összetett ahhoz, hogy beleférjen a projektbe. Tanárplog.hu-hoz fordultam segítségért, ott kezdtem el kutakodni, hogy valamilyen játékot találjak, és itt találtam meg az ötnyom játékot, aminek az a lényege, hogy a hidegháborús kémeket egy-egy nagyvárosba kalauzoltam el, a nagyvároshoz kellett képeket keresni a csapatoknak, mert ezeket meg kellett vágniuk úgy, hogy kevésbé legyen felismerhető az a város. Mémet kellett belőle készíteniük, és ezután egy powerpoint sorba kellett rendezni azokat, és be kellett mutatni egymás számára. Tehát a csapatoknak ki kellett találniuk, hogy a másik csapat melyik nagyvárosban tevékenykedik éppen, és minél hamarabb találta ki, tehát az öt képből mondjuk már az elsőnél, akkor öt pontot kaphattak a megoldásra. Volt olyan csapat, akinek nagyon-nagyon jól sikerült, és az ötödik képnél tudták csak megfejteni a többiek, hogy hol is vannak ők éppen. Nehézségeim a projekt során a következők voltak. Hogy említettem, okozott álmatlan éjszakát az, hogy kevés a feladat, amit terveztem, mert erre jobban fel kellett készülnem a következő projekt során nem volt könnyű napi szinten blogolni azt, hogy milyen tevékenységeket végeztünk el aznap, hiszen hát ez éjszakában nyúló volt, hogy az ember ezt megfogalmazta, illetve feltöltötte ezt a, ezeket a bejegyzéseket, illetve ami nagyon nagy nehézség egy digitális projekt során az, hogy hol van wifi és hol nincs. Ahogy említettem, én ezt egy külső próbáltam megoldani, tehát az a, próbáltam meg, felerősíteni a jelet, ez az esetek többségében sikerült. Milyen sikereket hozott számomra az első digitális témahét 2016-ban? Én úgy érzem, hogy minden létrehozott digitális alkotás a siker volt, amelyeket a diákok létre tudtak hozni, minden együttműködés a projekt során, minden megismert online oldal, amelyeket azóta is használnak a diákok, minden olyan ismeret, amit megjegyeztek a tananyaghoz kapcsolódóan, és ami nagyon-nagyon fontos volt számomra, hogy ezek a projektmunkák, ezek a csoportmunkák lehetőséget adnak arra, hogy a diákokat sokkal jobban megismerjük, lássuk azt, hogy miben jók ők, hiszen olyan képességeket mutatnak be egy, egy feladat megoldása közben, ami nem biztos, hogy akár egy hagyományos órán, vagy frontális munka során kiderül a számomra. Nagyon fontos volt az is, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz. Tehát megerősítette a közösséget is az, hogy ők együtt dolgoztak, hogy nyitottak voltak egymás ötleteire, hogy meg tudták oldani az előük tárt problémákat, kihívásokat. És amit még sikerként éltem meg, hogy volt annyi erőm a projekt levezetése után, ugye három osztályban történt ez meg, hogy a digitális téma hét pályázatára, elkészítsem a saját projektleírásomat, és azt be is adjam. Úgyhogy úgy gondolom, hogy egy digitális témahét nagyon sok mindent adhat a tanár számára. Nagyon jó az, hogy sok-sok siker mint ad, és ezáltal erőt is ahhoz, hogy a továbbiakban folytatni tudjuk, vagy tudjam ezt a munkát, ezt a hivatást. Sokszor olvastam azt, hogy mennyire fontos, hogy a pedagógus megtalálja azt az utat, azt a módszert, amelyel azonosulni tud, amelyet hitelesen tud képviselni a diákok előtt. Én a 2016-os digitális témahét után úgy éreztem, hogy a digitális pedagógia hozza meg ezt a számomra. Ez lesz az az út, amit én folytatni szeretnék, és ez az a módszer és módszertan, amit beszeretnék vinni a tanóráimra rendszeresen. Úgy éreztem, hogy nem csak a diákok számára, hanem számomra is sikerélményt nyújt. Igaz, hogy ezek a feladatok és projektek előkészítése sok időt vesz igénybe, ez később megtérül, hiszen újra felhasználhatóak, persze frissítve az adott témát, megnézve azt, hogy mely osztályhoz visszük be, tehát milyen képességekkel rendelkező osztályhoz, de újra felhasználhatóak így egy feladatbankkal, egy projektbankkal, egy új módszertannal léphetünk be a diákok közé. A második digitális témáit 2017-ben már egy olyan projektet tartalmazott, ahol az előző év tapasztalatait felhasználtam. Vigyázz Kész Petőfi nevet kapta, szintén történelmi és irodalmi témákat kapcsoltam össze, itt már volt egy projektgazda osztály, aki végrehajtotta a digitális feladatsort, de voltak követőik, hiszen egy felületnek köszönhetően digitális termékeket közétettem, így a felső tagozat osztályai szavazni tudtak az általuk kedvencnek tartott és legjobban elkészített munkára. Itt tudtak a projektgazda osztály csoportjai lájkokat gyűjteni, és ezáltal pontokat is. Egyre több kolléga Lépett túl azon, hogy bizonytalan a digitális eszközökkel kapcsolatban, és tudtunk már ezen a projekten együtt dolgozni. Egy 3D nyomtatással kapcsolatos pályázaton is részt vettünk 2017-ben, ahol az volt a feladat, hogy társas játékot készítsünk. Erre később vissza fogok térni. Azért említem meg itt, mert a 3D nyomtatás ebben a projektben is megjelent. Igaz, hogy még csak tervezés szintjén, tehát a diákok. 3D nyomtatáshoz kapcsolódó tervezést hajtottak végre. Az előző év tapasztalatai alapján beterveztem egy Joker órát, hogyha megcsúsznánk a feladatok megoldásában, akkor is végre tudjuk hajtani a feladatsort, hiszen ha a diákoknak felvezettem azt, hogy mi vár rájuk, akkor méltán követelték, hogy ezeket meg is valósítsuk sok-sok plusz feladattal készültem, tehát ebből is tanultam az előző év tapasztalatai alapján, hogy erre szükség van, illetve a projekten kívül más digitális tevékenységet is végrehajtottunk. Tehát tanórán például 8. osztályban megjelentek a nyomozós feladatok, ahol az okostelefonok használatát erősítettük és történelmi témával kapcsolítok össze, illetve a digitális témahét weboldalán találtunk partneri kezdeményezéseket is, így Skype-on jelentkeztünk be a mobilis kísérleteihez, így ezeket nézhettük végig, illetve azért is érdekes volt ez a Skype bejelentkezés, mert konferencia beszélgetés volt, tehát az ország más területén lévő osztályjal együtt láthattuk ezeket a kísérleteket, és nagy élmény volt, hogy a végén beszélgethettünk is velük. Következő részben azt szeretném megmutatni, hogy milyen digitális megoldásokkal bővült a saját digitális toltartóm. A film révén találkoztam a Minecraft játékkal, és azon gondolkodtam, hogy ha ennyi időt szeretnek vele játszani, akkor biztos, hogyha valamilyen módon hozzákapcsolom a magyar vagy a történelem órákhoz, akkor szívesebben oldanak meg ennek segítségével ilyen jellegű feladatokat fiam negyedik osztályos volt ekkor, nem ismerte még a János Vitézt, ezért kértem itthon, hogy legyen kedves segíteni nekem, hogy megismerjem ennek a játéknak a működését, és építse meg a János Vitéz egyik helyszínét. Az én elbeszélésemből tudta, hogy mit kell tennie, tehát megépítette egy erdőt, abba egy házat, majd kértem, hogy ezt a házat gyújtsa föl. Nézett is rám nagy szemekkel, hogy hogyan kérhetek én ilyet, hiszen ez nem helyes ahogy említettem, ő még nem ismerte a János Vitéz történetét akkor, és annyira örültem az eredménynek, hogy elfelejtettem neki mondani, hogy gyorsan képernyőképet készítsen róla, meg tudja mutatni ötédik osztályos tanítványaimnak, és meg tudja mutatni azt is, hogy mire gondolok akkor, amikor majd arra kérem őket, hogy helyszíneket, János Vitéz helyszíneket építsenek fel a Minecraft segítségével fiam azonban nem bánkódott emiatt, hanem nagy lelkesen újraépítette és elkészítette nekem ezt a képernyőképet. Szerintem nem árulok el titkot akkor, amikor azt mondom, hogy az ötödik osztályosok közül a fiúk voltak a lelkesebbek. Ők voltak azok, akik aktívan építették a János Vitéz helyszíneit, illetve a történelmi csatákat is. Ugye ahhoz, hogy ezeket meg tudják tenni, mindenképpen ismerniük kellett magát a történetet, illetve magát a történelmi eseményt, és ennek megfelelően tudták hitelesen megépíteni ezeket. Képernyőket küldtek nekem, ezek közül látható itt pár. Ezután még bátrabb lettem, és egy másik videójáték készítő applikációt is kipróbáltam. Ennek az a lényege, hogy először papírszerúzához kell nyúlnunk ahhoz, hogy bármi is létrejöjjön. Meg kell rajzolnunk filcel azt a pályát, amit éppen kitaláltunk. Mi ezt is magyar és történelem óra a tananyagéhoz kötöttük. Ennek megfelelően a Pál utcai fűk egy, egy jelenetét dolgoztuk fel, vagy éppen egy csatát, egy történelmi eseményt, és négy szint kellett használnunk, mindegyik színnek megvan a saját funkciója, a letöltött applikáció segítségével be tudtuk olvasni, és a saját játékunkkal tudtunk játszani, tehát végigkövethettük ennek segítségével az eseményeket. Itt is csak a fantázia szabhathat át annak, hogy mi az, amit ábrázolunk, vagy ábrázolni fogunk. Ahogy korábban említettem, részt vettünk egy 3D nyomtatóhoz kapcsolódó pályázaton. A kiírás szerint egy társasjátékot kellett létrehozni, amennek 3D nyomtatóval elkészített elemei is voltak. Létrejött egy diákcsoport, akik meglévő tapasztalataik alapján létrehoztak egy olyan társasjátékot, amihez tartozott egy játéktábla, illetve sok-sok kártya. Március 15-éhez kapcsoltuk a társasjáték témáját, egyes állomásai március 15-i állomásokhoz, helyszínekhez kapcsolódott, volt egy kerettörténet, kártyához kapcsolódott egy küldetés és követő szám is. Követőket kellett összegyűjteni, a sikeres küldetésnek köszönhetően nőtt az ő számuk. Ahhoz azonban, hogy a 3D nyomtató elinduljon, a nulláról kezdve kellett felépíteni az ehhez kapcsolódó ismereteimet, tehát azért említem ezt itt meg, mert ugye arról szól az egész webinárium, hogy a digitális út, a digitális pedagógia milyen fejlődést hozhat, és Magyar Tötelem szakos tanárként próbáltam ezekkel az eszközökkel dolgozni, és ezek után kutakodni, majd olyan tantárgyi kapcsolódást találni, amivel sikeres tananyag elsajátítást tudtam elérni a diákok részéről. Na most a 3D nyomtató működését azt ugyanúgy ismertem meg, mint ahogy a gyerekek megismernek manapság dolgokat. Felmentem a YouTube-ra, és az ott lévő videókból tanultam meg, hogy hogyan kell összerakni, szállat cserélni, hogyan fogom az egyfejű nyomtatóval a különböző színeket váltani, és ez is sok időbe és sok munkába telt, de igaz, hogy itt az arcok nem látszanak, hiszen kitakartam őket, de nagyon-nagyon örültek annak a gyerekek, hogy egy ilyen eszköz közelébe kerültek, és hogy megtanulhatták ennek működését. Ráadásul ezt egyszerre úgy ö, kapcsolták össze egy adott témával, hogy lássák, hogy a digitális eszköz az ö, úgy hasznos, hogyha megfelelő témákat ö, párosítunk hozzá. Az is bebizonyosodott a számomra, hogy a gyerekek nagyon szeretnek játszani, és nagyon szeretik a rejtét. Erre épít tettük föl a Nyomozzunk című játékot is. Ezt már szakos kollégámmal hajtottuk végre. Az volt a lényege, hogy egyrészt történelmi témát dolgozzunk föl, egy ókori gyilkosságot kellett kinyomozni, másrészt pedig megmutassuk, hogy az okos okostelefonnak vannak olyan funkciói, amit nem használunk gyakran, de jó, hogyha tudjuk, hogy ezek léteznek, hiszen nem tudhatjuk, hogy mikor van szükségünk erre, vagy mikor lehet szükségünk erre. A Nyomozunk projektnek az volt a lényege, hogy felépítettünk egy helyszínt, a gyilkosság két helyszínét, itt nyomokat helyeztünk el. A csoportoknak fel kellett venniük ezeket a nyomokat, képfelvételeket készítettek, hangfelvételeket, ezeket feltöltötték a padlet felületre. Nyomokat kaptak QR kódba rejtve, illetve megkapták az orvos szakértő leírását is arról, hogy mi történhetett. Nevet direkt nem használtunk, hiszen nem szerettük volna, hogy interneten két óra között rákeresenek arra, hogy ki lehet az, aki ki az áldozat, és egyáltalán mi történt akkor. De az utolsó órára sikeresen megfejtették ezt is. Itt is feladat volt az, hogy a Padlet segítségével bemutassák, hogy milyen úton Indultak el a nyomozás során, mire gondoltak először, hogyan változott a véleményük a különböző nyomok alapján. Egy izgalmas projekt volt ez, és ott is jó volt látni azt, hogy mennyire várják a gyerekek az órát és mennyire aktívak valamennyien a csoportmunkában. A digitális pedagógiával való találkozásom egyik legfőbb állomásának tartom azt, hogy magyar megpróbáltam programozni a gyerekekkel. Mi volt, nem volt lehetőségem arra, hogy mindenki elé digitális eszközt tegyek, ezért táblagépeket használtunk, és a scratch elemek kinyomtatott változatát. Ennek az volt a lényege, hogy 5. osztályban az állatmesékkel foglalkoztunk, elolvastuk a mesét, értelmeztük, megbeszéltük kik a szereplők, és mi volt a cselekmény a szereplők mozgását, mondani valóját kellett programozniuk a kinyomtatott elemek segítségével. Nem használtunk fel minden elemet, mozgattuk, illetve a ha akkor különben függvényt használtuk föl. Ugye egy programozó, hogyha elkészít egy programot, akkor biztos, hogy teszteli, megnézi, hogy az működőképes-e. Így a gyerekeknek is ezt kellett tennie. Ők voltak az élő robotok, a csoport egyik tagja mondta a kócsort hangosan, a másik tagja pedig robotként végrehajtotta azt. Érdekes volt azt is megtapasztalni, hogy a gyerekek mennyire nem értették akkor még, hogy a robot az, az tényleg csak azt hagyja végre, amire beprogramozzák, és nem tesz mást. Hát ők, ugye szabad akaratta rendelkező emberek ezt nehezen tudták végrehajtani, de a végére belejöttek ebbe is és ennek köszönhetően bátorodtam fel, és szereztem be egy kis robotot, egy ozobotot. Ez a robot nagyon aprócska. Büszke vagyok arra, hogy Magyarországon először mutathattam be ezt a kis robotot egy kódolás hetéhez kapcsolódó webináriumban. Ott elmeséltem, hogy milyen módon használtuk föl szövegalkotáshoz magyar órán 5. osztályban ezt a robotot. Robotról tudni kell azt, hogy színkódokat követ, illetve programozni is lehet blokkalapon. Mi a szinkódokat választottuk, és ennek alapján a diákok az általuk választott szereplőkből egy pályát építettek ki neki. Kértem őket, hogy a különböző kereszteződéseknél, vagy legalábbis nem mindegyiknél mondják meg azt, hogy a robot merre menjen, mert ilyenkor a robot maga választja meg a saját útját ezen lehetővé tettem az improvizáció lehetőségét, tehát ahogy szőték a történetet a diákok, a robot mutatta, hogy mely szereplőt kell bevonni éppen a történetbe vagy melyik helyszínen tartózkodnak éppen, és hogyha nem a begyakorolt útvonalat követtem, mert hát éppen a következő próbánál másfelé vette az irányt, akkor a diáknak is változtatnia kellett ezen, és azonnal nagyon jó történetek születtek, és nem csak papír elemekből, hanem legóból is építettek nekik pályát. Az is érdekes volt, hogy ebben az osztályban voltak évismétlők, és nagyon nehezen lehetett őket lekötni. Főleg, hogyha a hagyományos módszerrel szerettem volna, tehát, hogy megadok egy címet, és akkor a füzetedbe ír egy fogalmazást, ez nagyon nehezen ment még a, a, az átlagos diáknak is. És ők, mivel a Kressz érdekelte őket, egy nagyon... Aranyos városi pályát építette ki jelzőlámpával felhasználták azt a lehetőséget, hogy a robot tudja, hogy mondjuk három-másodpercig megáll egy adott helyszínen, és így programozták be, hogy amikor pirosra vált a lámpa, ezt papírral váltották, papírszínnel, akkor a robot megállt. Tehát őket is lekötötte ez. Ezt a feladatot azt koronázta meg, hogy meghívtak egy negyedik osztályt, és bemutatták nekik a történetüket, és itt is érdekes volt, hogy hiába gyakoroltuk, hiába mondták el többször az adott történetet, a robot megadta az improvizáció lehetőségét akkor is, és akkor már rutinosan tudtak változtatni a cselekményem. másiképpen látható, hogy akár sztori is használhatunk ehhez, és egy kész pályát is adhatunk a diákok elé, ahol csak a kód színeit kell berajzolniuk. Pedagógiai módszertani útkeresésem során nagy lépés volt az, hogy elindítottam tanári blogomat. Ennek kettős célja volt. Az egyik az, hogy egy helyen gyűjtsem össze azokat a feladatokat, projekteket, ötleteket, oldalakat, alkalmazásokat, amelyeket vagy használtam, vagy használni szeretnék. A másik célja pedig az volt, hogy megosztom azt a tudást, ezeket a feladatokat azokkal a pedagógusokkal, akik szintén szeretnék a digitális eszközöket, programokat használni tanóráikon. Azóta is igyekszem egy-egy bejegyzést elkészíteni erre az oldalra, és törekszem arra, hogy új dolgokkal töltsen föl a Neve Kukucska blog, úgyhogy akinek kedve van hozzá, az kukucskájon be hozzám, és nézze meg, hogy például itt a dián is látható, milyen étlapot javaslok annak, aki a digitális pedagógiával szeretne táplálkozni. Az utolsó dián szeretném megmutatni azt, hogy milyen módszertani út az, amit követni szeretnék, milyen elemeket tartalmaz. Én ezt döntések pedagógiájának neveztem el, mert szeretném, hogyha a tanítványaim olyan tanórákon vehetnének részt, ahol ők dönthetnek különböző dolgokban, és ez leginkább a játékosítás módszerében jelenik meg. Ennek az a lényege, hogy ők azok, akik választatnak különböző témák közül, eszközök közül és feladatok közül, hogy melyek azok, amelyeket szívesen elvégeznék. Kialakíthatnak magunknak egy olyan tanulási útvonalat, amelynek amelyet különböző szempontok alapján a pedagógus készít elő nekik, de a folyamatot már csak mentorálja. Szeretném, hogyha különböző érzékszervekre tudnék hatni a különböző feladatok segítségével, tehát nem csak a digitális pedagógiát jelenti ez a módszertan, hanem a cselekvő pedagógiát is, ahol a diákok alkotnak, kreatívan hoznak létre különböző dolgokat, és Különböző megoldási útvonalakat találnak egy-egy feladat megoldásához, és elfogadják ezt. Elfogadják azt is, hogy esetlegesen egy-egy feladatnak nincs is megoldása. Szeretném, hogyha lenne innovációs idejük, igényük lenne rá, és azokat az ötleteket, amelyek ott vannak a fejükben, azokat meg tudnák valósítani, akár kézzelfoghatóvá tudják tenni különböző eszközök segítségével. Én szeretném, hogyha ez megvalósulhat, megvalósulhatna a gyakorlatban, és bízom benne, hogy erre lehetőségem is lesz, hogy ez gyakoroljam. Köszönöm szépen a figyelmet!